mi foglalkozunk a növényvédőszerrel szennyezett könnyűlegek begyűjtésével Magyarországon, és ezt mindezt tesszük 15 éve, és most nagyon örülök, hogy a begyűjtő partnereink, a hulladék gazdálkodási partnereink és mindenféle szervezetek részt vettek ezen a konferencián. 2018 tavaszán a szántóföldi növénytermesztési és a kertészeti osztály Nemzeti Agrárgazdaság Kamarában egy munkacsoportot hozott létre. Ennek az évnek a tapasztalatait, lehetőségeit és olyan dolgokat szeretnénk megbeszélni november 27-én az újra összeülő munkacsoportülésen, ami a jövőben már egy tanulság lehet ennek az évnek a következtében. Október 2-ával megalakult a LOTESZ, a Lomtrágyagyártók és Termésnövelők Szövetsége. Célja pedig gyakorlatilag a termékekhez köthető göngyölegeknek a begyűjtése, a begyűjtését a cseberrendszeren keresztül a növényvédőszerekkel együtt kívánjuk megvalósítani. Széles körben használt és ismert hatóanyagoknak a kivonása az utóbbi néhány hónapban egyre inkább felgyorsult, és az elkövetkező 4 évben is arra lehet számítani, hogy ez a folyamat nem fog megállni. Ez nagy feladat elé állítja egyébként a gazdálkodókat is, és a vetőmagágazatnak azt a beszállítói oldalát, akinek valamiféle ajánlatot kell azért mégiscsak adni a gazdálkodók felé válaszként erre az egész folyamatra. Október közepére nagyon jól előre vagyunk haladva az őszi munkákban. Ugye a vetési munkák is elkezdődtek, őszi káposzta repcében majdnem kész vagyunk. A búzánál negyedénél tartunk, és 50% fölé kerültünk az árpából a vetési munkáknak. Ez nagyon fontos, hogy az őszi vetések időbe el legyenek vetve. A kísérleteinkben egyértelműen látszik az, hogyha időben vannak elvetve az őszi növények, azok 1 tonnával többet teremnek. Bízom benne, hogy jövőre is lesz ilyen konferencia, és remélem, hogy erőrelépések lesznek a szemléletformálásban, amit szeretnénk, hogy a gazdálkodóknak a figyelmét felhívni a 3-szori kimosásra, a gönnyölegek 3-szori kimosására, mert ez az alapja, szeretnénk a műanyagot anyagában újra hasznosítani Magyarországon is. Európa szerte erre már vannak jól bevált példák, és mi is szeretnénk ebben előre lépni. És nagyon pozitív volt ez a mai konferencia, és bízom benne, hogy jövőre ismét ugyanitt. És hogyha jöttök, akkor benneteket is sok szeretettel látunk.